Cserbik Rita vagyok, az STE rajz művészettörténeti tanszék képalkotás szakára járok, és jelenleg már utolsó éves hallgató vagyok. Hatalmas megtiszteltetésért, hogy virtuális kiállításom nyílhat a Magyar Kultúra Napján, és most el tudtam hozni a festményeimet, úgymond mindenki számára. Rita a szegedi E5-ös József gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, ahol sok éves hagyomány a kiemelkedő eredményeket felmutató tanulók grafikai, festészeti és fotográfiai tárlatainak megrendezése, amelyet minden évben a Magyar Kultúra Napján, azaz január 22-én nyitnak meg. Az idén a tárlatot online tekinthetik meg az érdeklődők. A gimiben ismerkedtem meg a mesteremmel, ahol ugye így elindult a festőművészet iránti érdeklődésem igazán, és hát ott elkezdtem ugye egy külön műhelyben alkotni a Szegedi Szépmíves C-nél, és közben alakult ki az, hogy jó, akkor ezt így a főiskolán is szeretném tovább tanulni, valamilyen felsőoktatásban, és maradtam végül Szegeden, a rajztanszéken tanulok most, utolsó éves vagyok, hogy már készülök a diplomamunkámnak a kivitelezésére. Nagy Károly művész úr, aki most már a mesterem, a Szegedi Szépmíves C-nek a vezetője is egyben, illetve nekem elsőként a rajztanárom volt a gimiben, és aztán meghívott a műhelybe, hogy alkothassak komolyabban is mellette, és hát ő az, aki igazán így megmutatta így a festőművészet bugyrait, és ott nyertem igazán belátást abba, hogy festőművészként milyen az élet. És hát ő egyébként is Csongrád megyei szinten, meg hát egész Magyarországon nagyon egy elismert művész, festőművész, és én mindig is felnéztem rá, a mai napig rettentően inspirál, egy inspiráló egyéniség. Mostanra már ugye a mesterem mentoromként funkcionál, tehát konzultálni járunk, vagy találkozunk, hogyha esetleg elakadnék, akkor segít a művészeti folyamat tovább gondolásában. A Szegedi Szépmíves C szabadiskolája biztosította Ritának azt a felkészülési lehetőséget, amelyet követően bátran mert jelentkezni a képalkotás szakra. Ezek a szabad gyakorlatok úgymond egy csapattal, hogy mondjam, ez volt az, így az előszele annak, hogy így megmutatkozzon, hogy hogyan működhetek csapatban. Mert ugye a főiskolán minden nap csapatban kell dolgoznunk, együtt kell gondolkodnunk egy-egy koncepción, egy-egy kompozíción, egy-egy kivitelezésen, és szerencsére ezt így időben meg tudtam már tanulni a szabadiskolán belül. Úgyhogy ezek nagyon szép évek voltak a Szegedi Szépmíves C-nél, és hát nagyon hálás vagyok nekik. A kiállítás darabjai közül a legrégebbi alkotás közel 4 éve készült. Mi alatt a szabadiskolában tanulhattam, vagy úgymond alkothattam, amellett már egyéniben is elkezdtem egyébként így bontogatni így a szárnyaimat, tehát így otthon is alkottam, illetve csapatban is elkezdtem gondolkozni performanszokon, és hát ez alatt egészen sok alkotásom is összegyűlt. A főiskola mellett is rengeteget alkottam itthon, és hát ez alatt is összegyűltek olyan kiállítási darabok, amelyek, vagy festmények, amelyek úgy gondolom, hogy alkalmasak lehetnek most alapvetően ugye ehhez a kiállításhoz. Úgyhogy válogattam több évről, és hát így gyűlt össze ennyi kép. Az utóbbi években főként a színek voltak rám hatással, és próbáltam így is összeválogatni a festményeimet erre a kiállításra. Szóval a színek dinamikája, a színeknek a különböző változatai. Szokásom, hogy az összes színt próbálom egyszerre egy platformon megmutatni, és annak a kavalkádját és a dinamikáját megmutatni. Mert úgy gondolom, hogy a színek az egyetlen, ami vissza tudja adni ugye az embernek, ugye az, vagy a színek hatása az, ami vissza tudja adni számunkra, embereknek azt, hogy pontosan így miből vagyunk, vagy mi az, ami,
ami körülöttünk zajlik, és ezek, ez nem tudom, én ebben, én ezt úgy próbáltam meg úgymond megemészteni, hogy csak színeken keresztül. Nehéz ezt így megfogalmazni, de érzem, hogy igazándiban most így az utolsó évem, fél évemnek a küszöbén, úgymond, úgy érzem, hogy ebben látom úgymond a stílusomat, a színekben, és annak mindenféle variációjában. A festményeink kialakításához többfajta eszközt, illetve alapot szoktam használni, illetve más-más fajta festékeket is. Szeretem az akrilt, szeretem az olajat is. Az akvarelt inkább csak vázlatokhoz szoktam használni, mert minden festményemet megelőzi úgymond a színvázlat, és az alapján próbálok megdolgozni. Az akrilt azért is kedvelem jobban, mert gyorsan szárad, és azután gyorsan tovább tudom még gondolni ugye a festményt. A kialakításhoz, a festmények kialakításához még tovább szoktam használni ugye nyilván ecsetet, a nagyobb és laposabb ecseteket preferálom, mert az is szintén a gyorsaság és a lendülethez, úgy a lendületet jobban tovább tudom gondolni és tovább tudom vinni. Illetve festőkést még alkalmazok, ez pedig a különböző érdekes felületeket segíti úgymond elő, és igen, tehát emellett nagyon szeretek a színek mellett érdekes felületeket létrehozni. Szeretném azt kihozni, hogy a szemlélő úgy érezze, hogy hozzá szeretne érni a festményhez, és egy kicsikét egyé szeretne vele válni. Rita gondosan kialakított házi műhelye lehetővé teszi számára, hogy az ihletettség hevében bármikor alkotásnak kezdhessen. Tervei között szerepel műveit egy a valós térben megvalósuló kiállítás által megmutatni a közönség számára, amint erre lehetőség adódik.